Köszöntöm nézőinket, Önök Hozam című gazdasági magazinunkat látják, Jela Jászmin Grész vagyok. Nézzük, mit kínálunk a következő percekben. Szakmai képzések felnőtteknek. Az orosz-ukrán háború hatásai Magyarország gazdaságára. Hatalmas lehetőség a gazdálkodóknak. 19 apartmant alakítottak ki a régi hullámszállóban. Mi történik Németországban címmel tartottak szakmai előadást Szekszárdon. A Tolna megyei szakképzési centrumhoz tartozó iskolák fontos feladata, hogy minél több felnőtt számára biztosítsák a szakma, illetve szakképesítés megszerzésének lehetőségét. A felnőttek oktatása terén a megújult rendszerben jó lehetőségek nyíltak azok előtt, akik tovább vagy átképeznék magukat, esetleg egyszerűen csak több lábon szeretnének állni. A Tolna megyei szakképzési centrum Bezerédi István technikumban a héten is zajlott képesítő vizsga. Azoknak a képzésben résztvevőknek, akik korábban teljesítették az adott oktatás követelményeit és modulzáró vizsgáikat, az iskola tanúsítványt állított ki. Ezzel az irattal vehettek részt a vizsgán. Aki sikeresen abszolválta a próbát, az megszerzi a szakképesítést. A kulturális rendezvény szervezője szakképesítés vizsgája zajlik jelenleg is. 17 vizsgázónk van, két vizsgatevékenységet kell, hogy teljesítsenek. Az egyik vizsgatevékenység egy esettanulmány, egy választott település helyi társadalmát és kultúráját kell bemutatni. A második vizsgarész pedig egy forgatókönyv, kulturális rendezvény szervezője, tehát egy rendezvényszervezést kell bemutatni. A héten volt már egy vállalkozási mérlegképes könyvelő vizsgánk, ez az első ilyen jellegű képesítő vizsgánk volt. Ezen kívül három vállalkozási mérlegképes könyvelő képzésünk is fut, valamint élelmiszereladó és munkaerőgazdálkodási és társadalombiztosítási ügyintéző indult a múlt héten. A munkaerőgazdálkodásihoz lehet még akár csatlakozni is. Falusi turizmus szolgáltató képzésünk is fut, most már hónapok óta, ők júniusban fognak vizsgázni, és június végén tervezzük az üzletvezető képzés indítását. Az oktatási napok nagyon rugalmasak, munka mellett is végezhető képzések ezek, ugyanis általában heti egy jelenléti napot kíván délután, 15 órától 19 óráig, és a többi része a képzésnek online formában valósul meg. Változó, hogy milyen előképzettségre van szükség. Van, ahol 8 általános iskolai végzettség, míg máshol érettségi vizsga kell a bemeneti feltételek teljesítéséhez. Van olyan, ahol ezen kívül szakmai előképzettségre, illetve gyakorlatra is szükség van. A Tolna megyei szakképzési centrumhoz tartozó iskolák fontos feladata, hogy minél több felnőtt számára biztosítsák a szakma, illetve szakképesítés megszerzésének lehetőségét, mondja Csapó Gábor főigazgató. Olyan felnőttekre gondolunk, akik át szeretnék képezni magukat, tovább szeretnének tanulni, tovább képeznék magukat, de azokra is gondolunk, akik csak egyszerűen a harmadik lábon vagy további lábon szeretnének állni. Azt gondolom, hogy vonzók ezek a lehetőségek. Vonzók ezek annyiban, hogy aki a szakképzési centrum, illetve intézményeiben tanul, azok számára az első két szakma, illetve szakképesítés ingyenes. Másrésztről annyiban is, hogy ezekbe a képzésekbe gyakorlatilag bármely életkorba be lehet kapcsolódni. Ami a szakmai oktatást illeti. Azt gondolom, hogy nagyon rugalmas ez a képzési kínálatunk, hiszen azok, akik bekapcsolódnak ezekbe a képzésekbe, azok gyakorlatilag a munkarendjükhöz alkalmazkodó képzésben tudnak részt venni, hiszen esti, illetve hétvégi időpontokban zajlanak ezek a képzések. De ami talán az egyik legfontosabb és a legvonzóbb, hogy ezek a képzések, ha volt korábbi előélete a jelentkezőnek, a felnőttnek, akkor ennek a figyelembe vételével akár negyedére is le tud csökkenni. A képzések felnőttek esetében esti, hétvégi időpontban zajlanak, és bizonyos szakmai tartalmak esetében lehetőség van a tananyag e-learninges elsajátítására. Arra is van mód, hogyha az oktatásban résztvevő az adott területen dolgozik, az őt foglalkoztató vállalkozás is részt vegyen az edukációban duális partnerként. Ami a palettát illeti, 8 iskolánk kínálja a képzéseket. A szépészettől, a gépészeten keresztül, a gazdálkodás menedzsmenten keresztül rendkívül sok ágazatban tudunk képzéseket kínálni. Ha ma a legnépszerűbbet kellene elmondanom, akkor azt gondolom talán a villanyszerelő egyértelműen, ami viszi a prímet, de nagyon-nagyon népszerű például a kozmetikus szakma is.
A korábbi tanfolyami képzésekhez hasonlítható tanítási forma bizonyos munkakörök betöltésére jogosító szakképesítés megszerzését teszi lehetővé. Büszkén mondom, hogy a mi palettánkon több mint 20 ilyen szakképesítés szerepel már, és ahogy jönnek az igények a munkaerőpiacról, illetve a megrendelőinktől, úgy egyre több képzést veszünk fel a palettára. Ma talán a legnépszerűbb képzésünk a vállalkozás és mérlegképes könyvelő. Ezt is és az összes többit is nagyon szívesen ajánlom a kedves nézőknek, érdeklődni pedig a tmsc.hu honlapon tudnak, illetve bármelyik iskolánkba bekopognak és segítünk. Ukrajna és Oroszország egyaránt fontos gazdasági partnerei Magyarországnak. Azt, hogy a két állam között dúló háború milyen hosszú távú hatással lesz hazánkra, még nem tudni. A konfliktus rövid távú eredményei viszont már idehaza is érezhetőek. Fischer Sándor, a Tolna megyei Kereskedelmi és Iparkamara elnöke szerint annak egyelőre nincs jele, hogy az energia ellátással nehézségek lennének. Másfél hónap telt el azóta, hogy kitört az orosz-ukrán háború. A hatása már Magyarországon is érezhető, ugyanis nem csak országszerte találkozhatnak azokkal, akik a háború elől menekülnek ide, de észrevehető az élelmiszerárak növekedésén és a forint gyengülésén is. Ezt a lakosság is megerősítette. Az biztos. Ha boltba megyek, akkor nem csak a háború miatt, hanem egyéb más miatt is lehet érezni. Élelmiszerre legfőképpen, nekünk már másra nem nagyon van szükségünk. Kint Németországban dolgozik a férjem, ő is észlelt ott drágulást. Mi és nem keveset, hát étolajba legfőképpen. Fischer Sándor elmondta, hogy hazánk erős kapcsolatot ápol mindkét szomszédos ország gazdasági szereplőivel. Vannak jelei annak, hogy a gazdaság bizonyos területein nehézségek vannak. Itt gondolok az, hogy a mezőgazdaság területén is, mert ugye Ukrajna az nagy exportáló ezen a vonalon, és ma már Oroszország is. Ezen a területen vannak gondok. Ami bennünket nagyon érintene az energiaellátásban, egyelőre semmiféle előjele nincs annak, hogy a kapcsolatokban nehézségek lennének. Tavaly Ukrajna volt Magyarország 13. legnagyobb exportpartnere. A kivitel értéke elérte a 2,43 milliárd eurót, ami a teljes exportpiac 2,2%-át jelenti. Ennél sokkal fontosabb az onnan érkező import, ami 4 területen erős. Ezek az élelmiszeripari anyagok, a fa, a faipari termékek és a fonásáruk. Mindez a teljes magyar árubehozatal 10%-át jelenti. Arról nem is beszélve, ha a szankciók miatt az orosz gázszállítások teljesen leállnának, beláthatatlan következményekkel járna a magyar gazdaság számára. Ami feltétlenül tudni kell, hogy számos vonatkozásban érintettek vagyunk az orosz, illetve az ukrán gazdasággal. Ez a mezőgazdaságot is érinti, mert ugye az exportunknál, illetve az importunknál, de érinti az egyéb épületi anyagokat, építészeti anyagokat, illetve hát komolyan az energia területén vannak kapcsolataink. Ez gyakorlatilag azt is jelenti, hogy a gazdaságunk meg fogja érezni azt, hogy itt háború dúl, és azt se tudjuk, hogy mikor lesz vége. Bár vannak információink, hogy bizonyos vonatkozásban a gazdasági kapcsolatok továbbra is megvannak, és igyekeznek a vállalatok ezeket a kapcsolatokat erősíteni. Mind a két félnek az érdeke, és hát reméljük, hogy ez az érdek megmarad. Akkor lesz nagyobb gond, hogyha ez ki fog terjedni már a határvidékre. Tehát itt gondolok a magyar-ukrán határa, mert ugye akkor a szállítás meg egyéb területén lesznek gondok. Hát reménykedjünk abban, hogy a háború az megmaradt Közép-Ukrajna területén, illetve Kelet-Ukrajna területén, akkor ez bennünket annyira nem fog érinteni, de hát erre garancia nincs. Bizonyos termékekből hiány lesz elsősorban, ugye az a szokásos termékeknél, itt az építészeti termékeknél, a mezőgazdasági termékeknél, és hát az energia, ami hát az katasztrófa lenne, az bennünket érintene. Én azért reménykedek abban, hogy talán minden félnek az érdeke az, hogy bizonyos gazdasági kapcsolatok megmaradnak, hiszen ez
lehetetlen helyzetbe hozna Ukrajnát, és nagyon nagy nehézséget okozna Oroszországnak is. Én reménykedek, hogy egy bizonyos szinten megmaradnak a kapcsolatok, és a gazdasági kapcsolatok nem mennek tönkre. A jövő egyenlőre bizonytalan. Hogy a háborúnak milyen hosszú távú hatása lesz a gazdaságra nézve, azt még nagyon korai megjósolni, mivel sem az időtartamot, sem a kimenetelét nem ismerik. Hatalmas lehetőséghez jutottak a hazai gazdák. Az idei évben ugyanis a parlagon tartott földterületeiket is megművelhetik, ez pedig azt jelenti, hogy támogatást is igényelhetnek ezek után. A változást Magyarország kérésére engedélyezte az Európai Bizottság annak érdekében, hogy minél inkább segítség a mezőgazdaságból élőket. Az orosz-ukrán háború okán előálló európai élelmiszer- és takarmánypiaci krízis minél gyorsabb leküzdése érdekében minden lehetséges eszközt meg kell ragadni, így növelni kell a mezőgazdaság teljesítő képességét is. Ezért az Európai Bizottság a tagállamok, köztük Magyarország sürgetésére 2022. március 23-án kiadott egy határozatot, aminek a részleteiről beszélt Botos Ferenc, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Tolna megyei igazgatója. A gazdálkodóknak a parlagon tartott területeit bevonják a zöldítés alá, és az egységes kérelem beadásakor jelezniük kell, hogy erre is szeretnék fölvenni a támogatást. Ennek pusztán az a célja, hogy a továbbiakban a kieső exportált búza vagy kukoricát valamilyen formában próbáljuk kompenzálni. A kizárólag 2022-ben érvényes intézkedés lényege, hogy az eddigi szabályozásoktól eltérően egy szántóföldi területet akkor is el lehet számolni a zöldítésben parlagként, ha kaszálják, legeltetik vagy bármilyen szántóföldi haszonnövényt, például szóját, kukoricát vagy napraforgót termesztenek rajta. További jelentős könnyítés, hogy az EFA és a diverzifikációs parlagterületen folytatott termelés során akár növényvédőszert, beleértve csávázott vetőmagot is lehet használni. Ezek a támogatások nyilván a megszokott módon fognak lebonyolódni. Annyit kell figyelni a gazdálkodóknak, hogy amikor beadják az egységes kérelmet a falugazdászoknál, illetve a szaktanácsadóknál, hogy ezek a területek pontosan legyenek behatározva és meghatározva. Az Agrárminisztérium felhívja a figyelmet, hogy az előnyöket a gazdálkodók akkor tudják maximálisan kihasználni, ha az egységes kérelem beadása előtt tájékozódnak a szükséges lépésekről. Ennek elősegítése érdekében a Magyar Államkincstár a honlapján részletes tájékoztatást nyújt, illetve az Agrárminisztérium ügyfélszolgálata is segítséget nyújt a felmerülő kérdések megválaszolásához. A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara falugazdászai és a szaktanácsadói hálózat az eddigi gyakorlatnak megfelelően szintén a gazdálkodók rendelkezésére áll. 19 apartmant alakítottak ki a régi hullámszállóban, Faddomboriban. A volt kemping területén álló emblematikus épület átalakítására több okból is szükség volt. Többek között azoknak a szakembereknek az elhelyezését szolgálja majd, akik a Paks 2 beruházáson fognak dolgozni. Süli János, a paksi atomerőmű bővítésért felelős tárca nélküli miniszter, Tolna megye 3. számú választókerületének országgyűlési képviselője az átadón elmondta, az infrastruktúrális fejlesztéseknek köszönhetően a térség gazdasága gyorsan fellendül majd. Megújult az egykori hullámszálló Faddomboriban. Az épületben két emeleten összesen 19 apartmant alakítottak ki. Fülöp János, a település polgármestere elmondta, itt egy a 60-as évek elején készült régi szociál épület állt, ami a település látképét is rontotta. Én azt gondolom, hogy elsősorban a turisztikai vonzerén fog növekedni majd, ha itt szép épületek épülnek a régi, kicsit lepusztult épületek helyére. Hát remélem, ha vége lesz majd az építkezésnek, és aki megérik, itt a turisztikát majd föl lehet futtatni, hiszen itt rengeteg lakás fog felszabadulni. Hát először várjuk meg, ugye megépüljön az erőmű. Én remélem, hogy a többi épület is ilyen szép lesz, és ezzel növekszik a vonzerőnk, azért remélem. A beruházás célja a lakhatás fejlesztése volt a környéken, hiszen a jövőben több ezer munkavállaló érkezhet a térségbe a Paks 2 beruházás kapcsán. Süli János, a paksi atomerőmű bővítésért felelős tárca nélküli miniszter, Tolna megye 3. számú választókerületének országgyűlési képviselője elmondta, nagyon fontos, hogy ez a projekt folytatódjon, és ahhoz meg tudják teremteni a megfelelő körülményeket. Mikor elkezdtük az erőműépítést, akkor is már térségfejlesztésben is gondolkodtunk, itt volt kihasználatlanul ez a
volt kemping, ez a rossz épülete, és akkor eldöntöttünk, hogy nekünk ide akár a saját embereink, vagy az orosz partnereinknek a akár üdültetés adá, akár hosszabb idejű lakhatását itt meg fogjuk tudni oldani. Elő is van készítve még ikerházból 10 darab ikerháznak a csőcsonkjai látszanak, ahol a szennyvízzel föl is álltunk már. Szeretnénk még, akkor ez 20 lakás lenne, 100 négyzetméteres garázsos lakás, tehát még itt mi szeretnénk fejleszteni, de ugye szemben megvettük az üres területet, itt az út túloldalán, és majd mindenféleképpen próbálunk itt még további fejlesztéseket végrehajtani, hogy már csak azzal, hogy mi ezt a területet megvettük, már a lakóingatlanok értéke, üdülők értéke teljesen megváltozott. A tovább régebben kiírt eladó táblák szinte eltűntek, és akkor mindenki abba gondolkodik, hogy hogy tudja hasznosítani hosszú távon ezt az üdülőjét. Tehát ez is egy pozitív impulzust tudtunk kiváltani. Annál jobb célja nincs egy lakóépületnek, vagy egy szállásnak, hogy ugye bele lehet költözni, és el lehet tölteni hosszabb, rövidebb időt. Tehát azt gondoljuk, hogy nekünk rekreációra lehetőségünk egyelőre sok helyen nincs, majd az később a beruházás során elválik, hogy hol tudjuk, de az már kezdetben itt a dombori környezetben is jó, hogy akár a mi kollégáink, akár az orosz partner, ha nem is tartósan, az inkább a, majd a elkészülő 20 lakásba gondoljuk, hogy tartósabban itt laknak, de egy heti üdülésre egyébre ez mindenféleképpen jó lehetőséget ad, akár télen-nyáron ismét egy sétával, vagy egy téli horgászattal is, egyébben lehet tölteni egy kis szabad időt, föl lehet frissülni a munkából, és ez kijár mind a magyar partnereinknek, mind a orosz partnereknek. Süli János azt is elmondta, nem ingatta meg a szomszédban zajló háború a Paks 2 projekt folytatását. Azt gondoljuk, hogy hosszú távon enélkül nem tudjuk Magyarország villamosenergia ellátását biztosítani. Tulajdonképpen ők azt sem érlegelték, amit határozatot kértek, hogy az mit jelent, mert ők azt kérték, hogy a Rosszatom és minden lányvállalatával függessze föl Európai Unió kapcsolatot. Ez azt jelenti, hogy az európai atomerőművek, amik orosz gyártású, üzemanyag ellátása az addig volna biztosított, amíg van a készletük, és utána azok is leállnának, illetve a Paks 2 nem épül meg, előbb-utóbb Paks 1 élettartama lejár, és ugye most szeretnénk olcsó villannyal tudnánk ellátni az ipart, a lakosságot, csak a fiataljaink itthon tudnának dolgozni, mert a versenyképességet valamiből biztosítani kell az olcsó bérekkel, nem lehetünk versenyképesek, mert a fiataljaink akkor itt hagyják az országot. Akkor mivel tudunk versenyképesek lenni? Az időjárástól függetlenül olcsón rendelkezésre álló atomerőmű, mert megtermelt villamos energiával, annál is inkább, mert ugye most már úgy néz ki, hogy a brüsszeli bizottság is elfogadta a taxonómiai rendeletbe, hogy az atomerőmű a zöld energiának számít, tehát itt ezután a beruházásokkal kapcsolatos állami támogatás, befektetői támogatások egészen másképp fognak alakulni, mint hogy eddig alakultak. Horváth István, Tolna megye egyes számú választókerületének országgyűlési képviselője úgy fogalmazott, a Paks 2-es beruházás közös ügyünk. Nem csak Paks és térségének, hanem az egész megyének, az egész országnak egy nagyon fontos beruházása. Példaértékű az a fajta társadalmi szerepvállalás a Paks 2-vel kapcsolatos beruházásoknál az előkészítési szakaszban, ahol a Paks környéki településeknek az infrastruktúra és közműfejlesztése folyik. Ebbe a térségbe tartozik a FAD és a FAD-dombori térség. Ez a beruházás, ez az első üteme a kempingnek a későbbi fejlesztésének. Nyilván már nem kempingként, hanem gyakorlatilag egy ilyen apartman
szálláshelyek kialakításában érdekelt infrastruktúra fejlesztés fog itt Vakdomboriba zajlani. Ez nem csak ezeket az ingatlanoknak az értékét növeli, hanem a Vakdombori valamennyi ingatlan az értéke az elmúlt időszakban jelentősen megemelkedett, illetve a térségben lévő infrastruktúrális beruházások is minden itt élő számára nagyon fontosak. Közös ügyünk az, hogy Paks 2 megvalósuljon, és ezek a beruházások ezek fontos része ennek a nagy projektnek. A Matthias Corvinus kollégium soron következő szakmai előadására ezúttal Klaus Rüdiger Mai kapott meghívást. Az író többek között Németország új kormányának eddig végzett munkáját elemezte, illetve a magyar-német kapcsolatok jövőbeni alakulásáról is beszélt. Mi történik Németországban? A Scholz kormány első 100 napja címmel tartott előadást Klaus Rüdiger Mai író, publicista a Matthias Corvinus kollégium szekszárdi központjában. Könyveket írok, esszéket, életrajzokat, regényeket. A regényeket azonban írói álnéven, mert a két dolgot, a szakkönyveket és életrajzokat el szeretném választani a regényektől, hiszen két különböző műfajról van szó. Újságcikkeket is írok, publicistaként is tevékenykedem. Az egyetemen germanisztikát és történelmet tanultam, a germanisztikából doktori címet szereztem. Múlt év decemberében alakult meg Németországban a Közlekedési Lámpa Koalíciónak is nevezett új kormány, amelyben a Szociáldemokrata Párt, a Szabaddemokrata Párt és a Zöldek együttesen kormányoznak. Az első 100 nap elteltével már értékelhető az eddig végzett munka. Mindig azt mondják, vagyis régen az volt a szokás, hogy a kormánynak 100 nap időt hagynak, mielőtt elkezdi kritizálni, mielőtt értékelik. Ezen kívül az első 100 napban meg kell, hogy találja magát a kormány. És az adminisztrációs munkán túl világosnak kell lennie, hogy mit képvisel. Természetesen kicsit más a dolog, ha nem egy párt alakít kormányt, hanem koalíciót alakítanak, akkor mindegyik koalíciós partner be akar kerülni, és ez végső soron azt jelenti, hogy a koalícióban meg kell találniuk magukat, a helyüket. Ezért mondhatjuk, hogy 100 nap elteltével ez az irány, errefelé tartanak, vagy ezt tapasztaltuk, vagy azt kell mondanunk, hogy nem látni, hogy hová is tartanak. Ez pedig rossz az országnak, és nem vet jó fényt a kormányra. Ennyiben mondhatjuk, hogy 100 nap elteltével véget ér a kegyelmi idő. De most már 120 nap telt el, mivel a kormány december elején alakult meg, ez pedig 120 nappal ezelőtt volt. Különösen izgalmas kérdés a német energiapolitika, amely most az orosz-ukrán háború miatt még inkább előtérbe került. A megítélés egyelőre az, hogy a kormány végső soron semmi más nem tesz, mint azt, amit a Merkel kormány is tett, csak következetesebben. Ő csak még határozottabban halad abban az irányban, tehát nincs alapvető változás a politikában, hanem ez az út balliberális irányba mutat. És a balliberális elképzeléseket a társadalmi változásról a nagy átalakulás címszó alatt ezt fogják tovább folytatni. Azt, hogy ez működni fog-e, nem tudjuk. Van két dolog, amely ezzel szemben áll. Egyrészt természetesen a háború, amely megváltoztatja a dolgokat. Említsük csak a biztonságpolitikát és az energiapolitikát. És történt valami meglepő. Scholz, szövetségi kancellár nemrég arról beszélt, hogy a nemzeti érdekeknek prioritásuk van. Ezt a mondatot 16 év alatt Angela Merkeltől egyszer sem hallottam. Úgy tűnik, hogy olyasmi történik most, mint egy randevú a realitással, a valósággal. Hogy hogyan végződik majd ez a randevú, arra természetesen mindannyian nagyon kíváncsiak vagyunk. Magyarország számára is érdekes, hogy milyen irányba fejlődik Németország, és hogyan alakulnak a jövőben a német-magyar kapcsolatok. Úgy gondolom, hogy Magyarország és Németország között régóta vannak kapcsolatok, különböző minőségű kapcsolatok. Németország sem egységes, bizonyos pontokon ketté hasadt. Mégpedig annyiban, hogy van egy nagyon pozitív érzés a kelet-németek részéről a magyarok iránt. Nagyon erős kötődések vannak történelmi időkből. 1945-től 1989-ig hasonló volt a történelmünk. Ennyiben ez egy másfajta kapcsolat. Úgy gondolom, hogy a magyarok számára is érdekes lehet, hogy milyen irányban fejlődik Németország, mert amit én sajnálok, az az, hogy Németország letért arról az útról, amelyre egykor Helmut Kohl lépett.
Ugyanis Helmut Kohl és a német kormány mindig barátja és provokátora volt a közép-európai államoknak, különösen Magyarországnak, és hogy Angela Merkel megváltoztatta ezt a viszonyt, ennek biztosan nem örülnek a magyarok, de a németek egy része sem. Így tulajdonképpen nem csak a németországi fejleményekről beszélünk, hanem a német-magyar kapcsolatok alakulásáról is, vagy a német-magyar kapcsolatok fejlődésének lehetőségéről. Az előadás után Klaus Rüdiger Mai a hallgatók kérdéseire válaszolt, kitért arra is, hogy a szociális piacgazdaságot felváltó ökológiai piacgazdaság veszélyekkel járhat, ha figyelmen kívül hagyja a lakosság érdekeit és jogait. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra! A műsor támogatói: Tolna megyei szakképzési centrum, Tolna megyei kereskedelmi és iparkamara.